Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai beszélgetésünk múltidéző lesz, mégpedig azért, mert nem a múltban révedezünk, ugyanakkor meggyőződésem, hogy a múlt a jelen alapja és a jövőt is meghatározza. Ennek tükrében, akit ma meghívtam, egy legenda, Vörös Zsuzsa. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Köszöntöm. És ezek a rózsák stílszerűen, ez a tiéd. Köszönöm szépen. Mégpedig azért, mert hogy ugye ünnepeltünk ezen a héten az athéni olimpia 15. évfordulója, emellett azért én hozzátenném, hogyha úgy tetszik, akkor 30 esztendeje kezdted el a sportpályafutásodat, 1989-et írtunk, akkor 1999-ben szerezted meg, az is ugye 20 esztendeje volt az első magyar női öttusa világbajnoki címet, és jövőre is ünnepelünk, hiszen először volt öttusa világverseny Székesfehérváron, ahol természetesen nyertél. Veled kezdődött az évezred, ha úgy tetszik. Hát, ha a végéről kezdem, akkor talán azt mondhatom, hogy az első világverseny, öttusa világverseny nem velem, hát az évezred az velem kezdődött, de ugye azért 90-ben volt már egy junior világbajnokság, ami nagyon-nagyon nagy magyar siker volt, hiszen Katona Ferenc nyert, és hát az első három dobogó első fokán is magyarok álltak. Úgyhogy én akkor előtte egy fél évvel kezdtem el az öttusát, mármint akkor kezdtem el újra tanulni úszni, úgyhogy nagyon nagy élmény volt ilyen fiatalkaként megélni az akkori versenyzőknek a győzelmi sikerét. Gyorsan kiderült, hogy tehetséges vagy? Gyorsan jött, későn kezdtem, ugye 13 évesen kezdtem el úszni, tanulni újra, ezért igen, gyorsan jöttek. Ugye mostanában 8 évesen már azért 7-8 évesen elkezdünk foglalkozni a gyerekekkel 9 évesen, de ehhez képest ugye én 13 évesen kezdtem el tanulni, újra tanulni úszni, ez azért már egy olyan 5 év csúszásban voltam. 13 évesen már lőni kellett volna tanulni, úgyhogy tényleg egy gyorsítva jött be 2 év alatt, ami másnak mondjuk egy ilyen 4-5 év, nekem 2 év alatt jöttek be a számok. Mennyit számítanak, majd később erről hosszasabban beszélünk, az edzők ilyenkor? Hiszen én azt gondolom, hogy a technikai sportágakat, tehát a lövészetet és a vívást nagyon nehéz megtanulni, hiszen a vívás különösen fontos, hiszen az ellenféltől vesszük el. A lovaglás nem különben egy kicsi lánynak, aki nem foglalkozott lovakkal, az alap az úszás és a futás. Hát jó alapozó edzőim voltak, hiszen nagyon jó alapokat szereztem úszásba, és nagyon jó technikát tanultam meg, úgyhogy azt kell mondjam, hogy ebből szerencsém volt. És hát az később derült ki, hogy mennyire vagyok tehetséges. Az elején, ugye, ahogy említettem, későn kezdtem, tehát gyorsítva, még nem elég nagy lemaradást kellett behoznom. Úgyhogy ha 89-ben kezdtem el, akkor az első nemzetközi sikerem az 96-ban volt négytusázóként, amikor Pozsonyban megnyertem a négytusa Európa bajnokságot. Tehát azért ott eltelt egy 7 év, míg azért az első komolyabb siker megjött. Volt példaképed, akire szerettél volna hasonlítani? Akár fiú, akár lány, hiszen akkor már elég eredményes volt a női szakág is. Nőknél annyira azért, hogy mondjam, nem voltak olyan messze tőlem azért azok a hölgyek, hiszen Kovács Irénék kell végül is, aztán ahogy említettem, ugye gyorsítva, velük is edzettem elég sokat. Én azt gondolom, hogy talán később ők is eredményesek voltak, ott még nem volt annyira ismert Magyarországon a női szakág, később vált ez kiforrottabbá, és hát azt gondolom, hogy Kulcsár Antal kezei alatt teljesen kiforrott. Nagyon gyorsan kiderült, berobbantál, ha úgy tetszik, és kiderült, hogy íve lesz a pályafutásodnak. Tehát egyik oldalról megvolt a tehetséged, az a rendkívüli szorgalom, ami jellemzett, a másik oldalról pedig az az elhivatottság, ami az öttusához mindenképpen kell. Tehát ha a pályafutásodat értékeljük, akkor nyilván az első esztendők rányomták a bélyegét, hiszen arra lehetett alapozni. Mennyit kellett az első időszakban edzened? Hát ugyanúgy beálltam a munkába, mint a többiek. Tehát ugye azt kell tudni, hogy azért a mostani öttusa az egy másfajta öttusa, másfajta állóképességet kíván, mint ami az én időmben volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy így, ahogy változik a sportág,
talán csúnya szóval mondom, azt kell mondjam, hogy fiatalodik is. Talán fiatalabbak azok, akik eredményesebbek. Az idősebb korosztályban is vannak, hiszen van 30-on túli eredményes versenyző, mind a mai napig is. Alekszejev Tamara is 30 fölött van most már. Saci is ugye 30 környékén van, tehát azért ők eredményesek, de ha azt nézem, hogy nagy átlagban a mai öttus a fiatalabb, a sikeresebb korosztály a fiatalabb, akkor kicsit más a felkészülés. Az én időmben simán lehetett azt mondani, hogy egy olyan 20 éves korig lehetett bőven adni a fizikai teljesítménynek, tehát lehetett fizikálisan nagyon keményen készülni. Ezt meg is kaptam, tehát elég sok verseny volt a hátam mögött egy évben, illetve fizikálisan is nagyon-nagyon sok edzés. Igen, és más volt az öttusa azért, tehát az öt nap az természetesen más. Kezdjük akkor talán a 99-es Pesti, hiszen itt azért helyek közel menjünk végig. Ugye a VB egyéni győzelmeid az 99 és 2003-2004, tehát ez az öt esztendő mindenképpen a tiéd volt, hiszen Moszkváig 2004-ben, ami ugyanabban az esztendőben volt, mint az olimpia, egyeduralkodó voltál. A Pesti az nekem mindenképpen áttörés, hiszen először követhettük végig székesfehérváriként azt a fantasztikus hangulatot, ami egy pesti öttusa világbajnokságot jellemez. Persze hát voltak, akik már voltak, Balcót nézték, Mónáékat és így tovább, de nekünk, hogy volt kiért szorítani, az szenzációs volt. Miként emlékezel erre a pesti áttörésre? Hát izgalmas volt, ugye főként azért, mert ez volt az első olyan év, ahol a nők is kvalifikálhatták magukat az olimpiára, hiszen 2000-ben volt először az olimpiai számban női öttusa. Először hirdettek aranyérmest, és hát nagyon szerettük volna minél előbb ezt a kvalifikációt. Először az Európa-bajnokságon egy kicsit lecsúsztam, negyedik lettem, de már az is azt mutatta, hogy azért lehet arra esély, hogy megszerezzük a kvalifikációt. Abban a szempontból nehéz volt, hiszen nyerni kellett hozzá a VB-t, hogy legyen olimpiai helyünk. És hát azért itthon ennyire szem előtt, ennyi néző lehetett tudni már előre, hogy nagyon-nagyon sokan fognak jönni, hiszen a jegyek azért elkeltek elég hamar. Nagyon nagy horderejűnek tűnt, egy évvel előtte már elkezdték a sajtót. Tényleg nagy figyelem volt ennek a VB, nagy figyelmet kapott ez a világbajnokság, úgyhogy minden szempontból egy grandiózus versenynek ígérkezett. Én leginkább arra próbáltam összpontosítani, hogy minél több terhet próbáljak levenni a vállamról, és ne szembesüljek, hogy mi történik körülöttem. Megmondom őszintén, talán arra fókuszáltam a lehető legjobban, hogyha vége a versenynek, akkor utána mehetek Szabira. De ez is azért volt, hogy ne minél kisebb teher legyen a vállamon, és minél jobban tudjak összpontosítani a feladatomra. Nagyon nagy élmény volt itthon versenyezni, nagyon nagy élmény volt itthon bemenni akár a lovagláson, az arénába, a futópályán. Ugye bent futottunk egy részét a pályának. Hát azért az a 15 ezer ember azért az ütős volt. És akkor jött 2000. 2000 sikerekkel teli. És az olimpiáról is majd szó esik nyilván, hiszen Pesaróban nyertetek váltóban, aztán a Fehérvár, tehát a világbajnokságon, EB-n egyéniben nyertél itthon, csapatban nem különben nyertetek, tehát ez egy csoda volt. És akkor jött az olimpia. Mert hogy erről is kell szó esik, én azt gondolom, hogy az előzetes várakozások alapján, ha nem is torony magas, de, mert az túlzás, de esélyes voltál. Igen, esélyesnek számítottam, és én is úgy gondoltam, hogy esélyes vagyok. Egy fiatal, vehemens versenyzőként úgy voltam vele, hogy ki, ha én nem, most megmutatom, eddig is minden ment maga útján, mennyire könnyedén, hogy majd az olimpia is egy olyan verseny lesz, ahol mennyire könnyen fog menni, ráadásul egyszerűbb a helyzetem, mert hogy csak 24-en tudnak indulni, egyébként abban az időszakban a VB-n 32-en indulhattak a döntőbe, tehát már eleve könnyebb lesz. Hát aztán, amikor kiértünk, akkor szépen lassan nyomta rá a bélyegét a kintlétünk. Előtte egy fél évvel volt, az olimpia előtt egy fél évvel, háromnegyed évvel volt egy fogadás, amit a Magyar Olimpiai Bizottság adott, és akkor Schmidt Pál volt ugye a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
És hát odaült az asztalunkhoz, és kérdezte, hogy hát hogy vagyunk, hol tartunk a felkészülésben, leült velünk csevegni egy kicsit, és hát kérdezte, hogy hát ez hányadik olimpiánk, amire most készülünk. Mondtuk, hogy hát hányadik lenne, hiszen hát ugye nőiben most van először. Megkérdezte a Tónit, hogy és ön hányadikra megy? Mondta, hogy hát én is az elsőre, hiszen a női szakágat viszem. Mondta, és akkor így legyintett, hogy ó, jó, hát akkor mentek a levesbe. És hát teljesen rácsodálkozva néztünk egymásra, hogy hát ez hogy lehet így kijelenteni. Aztán rövid eszmefuttatásban kifejtette, hogy hát akkor az első olimpia, nem 100%-osan így fog történni, de nagyon sok embert elvisz maga a légkör. Az, hogy ott szembesül azokkal a tévében látott versenyzőkkel, akiket ő előtte csodált, akár atlétikában, akár más sportágakban. Most ott teszik, ott járkál a faluban együtt velük. Ez az egész forgatag elviszi. Hát megmondom őszintén, engem is elvitt ez a forgatag. Úgyhogy egyszer csak így belecsöppentem ebbe a versenyünkbe, és ott találtam magam aznap reggel, és hát erre nem voltam annyira felkészülve, leginkább mentálisan, fizikálisan fel voltam rá készülve, de hát ez kevés volt. Óriási csalódásként élted meg? Ez a 15. hely, igen, egy nagy csalódás volt. Ugyanakkor folytat tovább. Tehát én azt látom, hogy a következő olimpiai ciklusban jöttek az eredmények folyvást. Pezáró, Usztinad Lábben, Szófia, váltóban, egyéniben, csapatban, EBVB, tehát azért... Hát a 2001-es évem azért az kimaradt, tehát ott csak egy, ha jól emlékszem, akkor egy VB váltó volt valami. Igen, Szófiában. De semmi komoly eredményem nem volt egyéniben, és az egy mély repülés volt. Tehát onnan lelkileg fölállni, hogy előtte azért elég diadalittas voltam, és ott egy hatalmas pofont kaptam, azért nagyon rossz volt megélni lelkileg. Nagyon sok támogatást kaptam az edzőimtől, a környezetemtől, úgyhogy a mellettem állóktól én azt gondolom, hogy ez mind kellett ahhoz, hogy aztán 2002-ben San Franciscóban legyen egy ezüstérem. Érdekes, hogy egy pillanat, de azt mondod, hogy az olimpia után számtalanszor mondtad, hogy ez a San Franciscói ezüstérem, ami megerősített, és ami a kedvenced. Igen, mert ott úgy érzem, hogy ott addigra lettem egy olyan felnőtt versenyző, nem csak évileg, hanem gondolkodásilag is, ami aztán azt eredményezte, hogy éveken át, lényegében 2006-ig minden évben volt egy ilyen érmem, akár EB-ről, akár VB-ről, vagy akár mind a kettőről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az volt az a visszatérés, ami megmutatta, hogy igenis velem számolni kell, és igenis esélyes vagyok bármire. Hát 2004-ben egyértelmű volt Moszkva után, hogy egy kicsit másutt, azt mondom, hogy az olimpiák hazájában a legfontosabb helyszín az a tiéd lett. Egy kicsit idézzük meg Athént, hiszen itt azt mondom, hogy ugye 24 fős volt a mezőny, és zseniális volt az egész. A lövészet ugye 182 kör. Egy kicsit menjünk végig rajta, mert ez egy remek eredmény, még tőled is. Hát 182 az nem, az kell, hogy mondjam, hogy ez egy olyan eredmény, amivel azt tudtuk mondani, hogy versenyben maradtam. Tehát a remek eredmény a 185 fölötti lett volna, a 182 az pont az volt, hogy versenyben maradtam. Aztán utána a 906 pontos vívás az megint az. Nem volt egy remek eredmény, mert az egy 1000 pont körüli vívás lett volna, szintén versenyben maradtam. Az azért hozzátartozik, hogy azok a versenyzők, akik számonként esélyesek voltak, akár a lövészetben, hogy nagyon jól lőnek, a kínai lányt leszámítva ellőtték magukat. Azok a versenyzők, akik nagyon esélyesek voltak, hogy vívásban jól fognak vívni, ők alul teljesítettek. Tehát én hoztam ugye azt az elvárható jó szintet, ami ténylegesen egy nem kimagasló, de egy nagyon jó alap volt. A többiek megtették nekem azt a szívességet, hogy szépen lassan elrontották a számaikat, a nyerő számaikat, és hát úgy álltam oda, igen, a legvégén végül hát az úszás az rendben volt, rendben volt, azt, és a lovaglásra már ugye úgy álltam oda, hogy első helyről lovagoltam. Két verőhibával azt tudtam, hogy dobogón végeztem. Nem tudtam, hogy a többiek mit lovagoltak, de azt tudtam, hogy az elég lesz arra, hogy dobogós legyek, és nekem az már egy nagy dolog volt akkor az én célkitűzéseimnek a dobogó. Aztán, amikor leszálltam, akkor mondták, hogy első, eddig jelen pillanatban. És nem kevéssel, ugye? Akkor még úgy tudtuk, hogy fél perc, úgy számoltuk ki, hogy 31.
és mentem masszíroztatni, és az akkori masszörünknek mondtam, hogy jaj, de jó lenne, hogyha nem 31, hanem 41 másodperc lenne, és akkor utána jöttek, szóltak, hogy elszámoltuk, és 41 előnyöd van. Ó, mondom, jó, hát akkor ez most már, és ez már meg lesz. Felbojdult az ország. Hát azt nem tudom, mert ugye én kint voltam, de igen, sokat hallottam, ahol sokat meséltek róla. Csoda volt. És az az esztendő meghozta, ugye az első női olimpiai bajnok egyik oldalról tusában nekünk, az első fehérvári olimpiai bajnok, a díszpolgárság, a magyar érdemrend, az évnői sportolója, minden. Hát ez 2004-ben nem életem az évnői sportolója, de 2005-ben már igen. 2005-ben igen. Ezt miként éli meg egy ifjú hölgy? Akkor már nem voltam annyira ifjú, hogy a versenysport, a versenysportra nézve akkor már azért nem voltam ifjú. De mindenképpen én azt tudom mondani, hogy akkor mentem, sodródtam az árral, tehát akkor nem is tudtam ezt annyira megélni, hiszen például az érdemrendnél nem is voltam itthon. Úgyhogy azt így megkaptam utánvéttel lényegében, és versenyen voltam éppen, úgyhogy talán az olimpiai érmet sem, tehát magát az ünneplést, ami utána jött, azt sem tudtam úgy megélni, hiszen egy héttel később mentem Darmstadtba világkupára, utána egy héttel később EB-re mentem, szóval mozgalmas volt még az utána lévő időszak is. Miként lehet megerősíteni? Egyáltalán hogy erősít meg egy olimpiai bajnoki cím? Az a szeretet, ami körülvett téged, és az az elvárás, tegyük hozzá, hiszen a következő esztendőkre ez mindenképpen rányomta a bélyegét, ha úgy tetszik, bizonyos értelemben eredménykényszerben voltál. Én azt gondolom, hogy nem akkor erősíti meg az embert az, hogy olimpiai bajnok lett leginkább, hanem szépen lassan az évek. Ezek az elismerések, amit azóta kapok, ugye ez pontosan az e-heti megemlékezés erről a nagy nap általam, és többek számára is nagy napról, azok az elismerések, amiket a munkám során kapok, akár gyerekektől, akár szülőktől, akár az, hogy esetlegesen mesélek történetet, és látom rajtuk, hogy mennyire érdekli őket, meghallgatnak, odafigyelnek. Ezek az elismerések azok, amik engem nagyon-nagyon pozitív irányba visznek, és aminek nagyon tudok örülni. Ugye 2009-2008 volt egy olyan esztendő, amikor a súlyos sérülésed okán már azt gondoltuk, hogy nem fogsz visszatérni, azért mégis megtörtént. Mennyit nyom alatba egy ilyen, valaki, aki mindent elért a választott sportágában, hogy egy ilyen súlyos sérülés voltak éppen, mert azért még egy-két éved lett volna? Nem hiszem, hogy abból a szempontból nem lett volna, az az egy év az benne is volt. Én nem hiszem, hogy nagyon sokkal több lett volna ebben, mert ugye 2009. január 1-től szabályváltozás lett, és az akkori 5 számból lett egy ilyen 4, mondjuk így, hiszen eddig a külön 5 számból lett, most összehozták a lövészetet a futással, és lett egy ilyen kombinált szám, amit ma már lézerránnak hívnak. És ez egy teljesen más sportág lett. Ugye mi előtte futottunk 3000 métert, ugye első számként lőttünk 20 lövést, arra volt kb. 40 percünk erre az egészre, most pedig egy futócéllövészet szinte az egész, nem, de a külső szemlélőnek ez egy ilyen gyors valami, ami látványos is, tehát most már kiforrotta magát oda 10 év után, kiforrotta magát oda ez a versenyszám, hogy igen-igen nagyon látványos és hatalmas csatákat tudnak hozni, akár az utolsó méterekig. Tehát ha visszaemlékszünk tavaly ugye az Európa-bajnokságra, ahol a két fehérvári versenyző egymást hajrázva lett harmadik, negyedik, aztán a felnőtt VB-n a fiúk csinálták meg, egy angol srác megcsinálta a már magát ünneplő franciával. Úgyhogy tényleg nagyon nagy küzdelmek tudnak lenni, de azt gondolom, hogy az az egy év pluszba, amiért én ezt 2009-ben tovább folytattam, az azért volt már céltudatosan, hogy tudjam edzőként, hogy mit kell majd edzetni a fiatalokkal, ne az legyen, hogy fogalmam sincs róla, nem versenyeztem ebben, nem voltam versenyszituációban, versenykörülmények között. Nem tudom, hogy mit kellene mondani, milyen tanácsokat kellene adni, mire készítsem őket. Így azért valamiféle fogalmam, belső fogalmam van, hogy milyen oda beállni, milyen oda beesni. Mennyit kellett változnunk az edzőknek és a versenyzőknek
ahhoz, hogy ezt az új szabályrendszert, illetve ezt az új metódust megszokják. És mennyit kellett változni a klubnak, hiszen sokkal nagyobb feladatot szakosztályvezetőként nyilván tudott, hogy sokkal több minden kell a mostani adtusához. Hát edzők nagyon sokat, a felfogásnakban nagyon sokat kellett változni, hiszen ahogy említettem, ugye 3000 méterből lett most 4x800, tehát sokkal rövidebbeket kell futni magasabb sebességben. A lövészet is, az álló lövészetből most lett egy területlövészet, és gyors, hát hogyha azt nézzük, hogyha valaki 15 másodperc alatt szedi le azt az ötöt, akkor már benragadt, már egy rontott lövészetről beszélünk. Most, hogyha az öt lövésre azt nézzük, hogy 15 másodperc, az átlagban 3 másodpercenként kell beemelni, célozni, elsütni, találni, de a világrekord, ha jól tudom, az most ilyen nálunk a 6,75 század, tehát hogyha ezt nézzük, az egy nagyon picivel több, mint egy másodperc. Tehát az ember megpróbálja otthon, megemel egy kilós mondjuk egy lisztet, és avval próbál beemelni és célozni, tehát azért az nagyon gyors. Az, hogy a versenyzőknek pontosan erre át kellett állni, én azt gondolom, hogy talán aki fiatalabbként kezdte, az annak könnyebb dolga volt, ők könnyebben átálltak, mint az idősek. És hát az infrastruktúra az teljes mértékben, teljesen át kellett alakítani a lőteret, teljesen le kellett cserélni az egészet, úgyhogy nem kevés millió forintok lettek ebbe beleölve, nem kevés támogatás lett erre fordítva. És nyilván ezt meg is kellett szerezni. Mennyit kellett változni az edzőknek ezzel együtt? Hát, ahogy említettem, mert komplex a feladat. Gondolkodásban nagyon sokat, és az a jó, hogy azért nagyon sokat járunk ugye külföldi versenyekre, és azért az edzők beszélgetnek egymással. És persze megpróbálják ellesni, megbeszélgetni, megbeszélni azokat a dolgokat, ami az egyik szakosztálynak bejött. Ugye mindenki próbál újítani, hogy mi az, ami az ő elképzelése szerint azért kellhet ebbe a lövészetbe. Azért ne felejtsük el, hogy azért lövők például alkalmazzák ezeket a gyors tüzeléses feladatokat, tehát azért valamiféle elképzelés van. Nagyon sokat kellett beszélgetni arról, hogy elérjünk oda, hogy tudjuk, hogy mifelé kell haladni. Ugye az edzőkről beszéltünk, ketten nem lehetnek már velünk, akik megalapozták, akik segítettek neked abban, Komlódi és Kulcsár Tóni. Komisz sincs velünk már. Miként kell emlékeznünk rájuk, hiszen én azt hiszem, hogy azt az űrt persze, hogy be kell tölteni, ugyanakkor fontos, hogy essék szó róluk, mert hogy a méltóság meg a tisztesség is ezt kívánja. Igen, ahogy említettem, Tóni volt az, aki mondhatjuk úgy, hogy felfedezett. Ő kísérte végig a szinte teljes mértékig végig a pályafutásomat. És hát Zsolt volt, aki mellett ugye a fizikai munkákat ő volt, aki felügyelte és koordinálta, tehát ő is a mindennapjainkat együtt töltöttük, tehát akár edzőtáborokban, versenyeken nagyon-nagyon sokat voltam együtt, második szüleim voltak. Igen. Ha kivonatosan is azért essék szó a magánéletedről, Áron fiadról nagyon sokat olvastunk, és azt gondolom, hogy szorítottunk neked mindig, hogy sikerüljön az elképzelésed, tehát hogy sikerüljön megoldani a problémát. Hol tartunk most? Hát hála égnek jó úton haladunk, úgyhogy most már hallása szinte teljesen tökéletes, úgyhogy most azt várjuk, hogy elinduljon a beszéd, és hogy minél több miért kérdést tegyen föl. Hát nagyon várjuk. Örülök neki. No, és hát akkor nem maradhat ki a csoda kutya elment, viszont van, ha jól olvastam, akkor van utód bőségesen. Hát én nálam most az öregebb korosztály van lényegében, úgyhogy öregesen éljük a napjainkat ebből a szempontból, és nyugodalmasan. Ezért az túlzás. Kezdődik az öttusav idény, illetve hát újra világbajnokságnak adhat otthon Pest. Mi várható, hiszen azért vannak esélyeseink megint, van Demeterünk ismét, Saciban bízhatunk, Alekszejev Tamara nem különben felépült, ha jól olvastuk a híreket. Mi várható? Hát azt mondhatom, hogy bármi megtörténhet. Igen, van egy nagyon jó adottságú versenyzőink, egy jó csapat. Én azt gondolom, hogy bármi lehet. Mindenhol vannak kisebb sérülések, ugye
pontosan akikről beszéltünk, most azért a 30-hoz vannak közelebb, mint a 20-hoz. Tehát ez a gyorsított öttusa azért elég szépen eszi a szervezetet, úgyhogy vannak problémák, amivel meg kell küzdeni, de azt gondolom, hogy egy hazai rendezésű világbajnokság az itthoni közönség előtt felettetni fogja ezeket a kisebb problémákat. Viszont a fiatal nemzedék pedig már készen áll. Igen, igen, vannak mind a férfiban, mind a nőibe ott kopogtatnak, és már szerepet is kapnak ezen a világbajnokságon. Nos, hát akkor én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, köszönöm, hogy vagy nekünk, és hát bizakodva tekintünk a jövőbe, hiszen nagyon sokat tettél eddig, és ezután is sokat teszel, hogy az öttusa igazi fehérvári alapsportág legyen, és minden esélyünk megvan arra, hogy több továbbra is ünnepelhessünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Mai vendégünk Vörös Zsuzsa volt, aki 15 esztendeje szerezte meg a magyar öttusa, női öttusa első és Székesfehérvár első olimpiai aranyérmét. Köszönöm figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!